Állítólag nagyon pontosan lehet rekonstruálni ezt az egy dublini napot. Tehát, hogy minden részlet stimmel a regényben. Igen. Az utcanevek, az útvonalak, a kocsmák, az újságcikkek. Most Joyce három városban írta ezt a regényt, 7 évig, Triestben, Párizsban és Zürichben és Párizsban, hogy milyen anyagból dolgozott, vagy hogy tudta ezt a Dublint rekonstruálni. Igen. Ja, hát szóval 22-ben jelent meg a regény, és akkor még nem volt internet. Ugye, hanem az egyik fő forrása, az nagyon vicces, egy Thumbs Directory volt, ami egy körülbelül ilyen Yellow Pages-nek megfelelő 906-os, vagy bocsánat, 1904-es dublini utcanévjegyzék a lakosokkal, meg akinek volt telefonszáma már azzal, meg hogy akinek volt annak a foglalkozása. Tehát a Joyce kezében volt egy akkor közepes angol, brit birodalmi, gyarmati, közepes gyarmati székhelynek a teljes emberanyaga. Ezt használta föl, körülbelül 1000 ilyen mellékszerep futkos fel alá az Ulyssesbe, akiknek a 90%-a valóban így leellenőrizhető. Hasonló játékot űz, mint amit Dante űzött a korabeli firenzeiekkel, úgyhogy hogy attól függően, hogy Dantének ki ártott, vagy melyik haragosa volt, vagy Gelf volt, vagy Ghibellin volt, vagy mit gondolt róla, úgy helyezte el ugye a pokol különböző bugyraiban. Most a Joyce-nak is hasonló kisdet játékai vannak a korabeli Dubliniakkal. És elég sok minden visszanyomozható. Mindezt emigrációból csinálja, így ahogy mondod. Először Triest, aztán Zürich, Párizs. És hát fönnmaradtak ilyen levelek, hogy dublini barátjának ír, hogy légy szíves, menj el az Eccles Street 6-ba, itt laknak Bloomék Dublinban, Eccles Street 6, és próbálj meg átmászni a kerítésen, az ilyen lándzsa 1-es kerítésen, majd aztán az alaksorba fölmászni a kapuig. Ugye ez az a viktoriánus építkezés, ahol van az utca, járda, van egy rács, és aztán mindjárt van egy ilyen pincéig lesüllyedő, vállárokszerű alaksor, na oda le, és aztán még föl. Hogy ezt, ugye, mert nem írunk le olyat, ami valószerűtlen, hogy részegen hajnalban Bloom, aki kulcs nélkül jött el otthonról, ebben is különbözik Homérosztól, akinek ugye minden kulcsa, minden szimbolikus kulcsa megvolt ahhoz, hogy újra birtokba lépjen királyként itakán, de Bloomunknak nincs kulcsa, ezért be kell mászni és alulról a konyha ablakot valahogy benyomni az alaksorba. Tehát, hogy ezt egy 38 éves pocakos ember, nem önéletrajzi megjegyzés volt, meg tudja csinálni vajon, vagy nem tudja megcsinálni, ezt neki fontos volt, hogy leellenőrizze, tehát ilyen fafejű realista egyrészt a Joyce, tökéletesen folytatója a 19. századi angol és francia realista regény hagyományainak, annak ellenére, hogy mindent tud az Ulysses, amit a megjelenése korabeli avantgárd tudott. Egy nagyon középkorias, nagyon jezsuita neveltetésű, skolasztikusan racionális, valóság apró nüanszaihoz ragaszkodó struktúrájú elme, alkotó elme hozza létre a legvadabb szürrealizmus néha. Ez borzasztóan érdekes példa. Tehát, hogy ettől van az érzése az embernek, hogy ami az ilyen 20. században érdekes, az annak bele kellett ebbe kerülnie. Mert annyira tág horizontja van, annyira ellentétes dolgok vannak. Ebben nem akarok túlságosan Joyce kultusz énekmondója lenni, de ebben hasonlít Dantéra. Jó, erre múltkor egy italianista középkorász megmosolygott, amikor ezt a frázist használtam, hogy ugye a Dante a középkor enciklopédiája, hagyjál végén ezzel, de
De ez az enciklopedikus totalitás, ez megvan az OISZ, ez meg is. Tehát, hogy kimeríthetetlen és borzasztóan. Ami fontos a 20. században, a modernitás kultúrájában, művészetében, az valamilyen módon megjelenik. Fejezetről fejezetre tudok tanítani az OISZ-szel olyan avantgárd szövegképző technikákat, amelyek a 20-as, 30-as években voltak. Noha Joyce borzasztóan lenézte az avantgárdot. Ő ugyan nem avantgárd, ő hát egy komoly ember. Tehát, hogy mozgalmilag nagyon nem avantgárd, de hát minden benne van, ami az avantgárdban érdekes. Említetted, hogy 22-ben jelent meg a könyv, és hát angol nyelv területen, Angliában és Amerikában is betiltották, pornográf regénynek minősült. Milyennek a cenzúrának az oka, és miért adotta az amerikai közvélemény, vagy tehát a bíróság pornográf regénynek az OISZ-t? Hát ez körülbelül úgy lehetett, mint a 20-as, 30-as évek Magyarországán is, hogy személy nem sértés, erkölcs gyalázás és isteni gyalázás, vallás gyalázás miatt lehetett betiltani Fekete Listának küldeni könyvet. Na most hát ez a könyv, hogyha valaki nem fikciós műként olvassa, akkor ezeket szépen kimeríti ezeket a tényállásokat. Valóban vannak benne olyan meredek részek, amelyek én azt hittem, hogy nekem elég vastag a bőr az arcomon, meg elég jól bírja a gyomrom az erős szeszeket, de hát azért úgy pirultam fordítás közben, vannak olyan részek valóban, amiket nyilvánosság előtt, vagy nem, tehát amik például gondot okoznak, amikor tanítom, hogy ezt hogy parabrazáljam, most nem fogom. Nem véletlenül Párizsban jelent meg, angol nyelvterületen nem jelenhetett meg, és aztán pedig sok kiadás úgy jelent meg, 30-valahánytól, most vagy 36, vagy 38-ban született egy amerikai bírósági határozat, amelyben kimondták, hogy ez fikciós mű, és forgalmazható, és nem ütközik törvénybe, nem ütközik ezekbe a sajtótörvényekbe a forgalmazása. Tehát ez eltelt 10-valahány év. Ami jó, és akkor sokan így ezért olvasták persze. Mit értitek? Hát most a romlás virágaiban is, hát azért a romlás virágáiban, hogyha nem a Szabó Lőrinc, Tóth Árpád, Babics féle romlás virágait olvassuk, hanem a franciát, akkor ott azért elég meredek leírások vannak a női testről különböző pozícióban. De itt ennél érdekesebb az, szerintem az agyszex, ami van benne. Most ez egy vulgáris kifejezés, vagy nem tudom. Az az intimitás, ami a tudatban van. Az, hogy azt mondtam, hogy 19. századi lélektani realizmusnak a folytatója Joyce. Abban azt úgy is lehet érteni, hogy még néhány centivel közelebbről nézi az embert, mint ahogy Flaubert vagy Dostoyevsky tudta látni az embert. Még beljebb megy az agyadba, és a legtitkosabb kis piszlicsári ügyeket, kis önhazugságokat, kis vágyakat, félelmeket nagyon minuciózus pontossággal közelről látja, és rajta kap. Ezért jó, hogy átlagember a hős. Ezért, mert hát ugye, hogyha nem átlagember lenne, hogyha homéroszi hírosz lenne, akkor az nem hasonlítana ránk. Azzal nem lehetne mindezt megmutatni. Belelát ennek a tudatfolyam technika az eszköze, ami nagyon érdekes, mert úgy olvasol, hogy nincsen, nem nagyon van narrátor hang, szinte ki van kapcsolva, hogy nagyon sok részben ki van kapcsolva, nincs egyes szám első személy, vagy egyes szám harmadik személy elbeszélő, aki most elmondja, hogy a hős ezt és ezt csinálja, ezt és ezt látja, aki mediál, aki közvetít az olvasó és a hős között, hanem rögtön be vagyunk dobva valakinek az agyába, és valakinek a szemével látunk mindent, és minden rezdülését halljuk. Ettől egy kicsit el van veszve eleinte az olvasó, mert nem segít neki senki.
Úgyhogy meg kell érteni a finom rezgüléseket, meg kell érteni, hogy ez most egy elmagyarázatlan emlékkép a gyerekkorból, ez most egy aktuális percepció, amit az utcán lát, és ezek így kavarognak benne, ez most egy félelem, ez egy vágykép, de mivel jól kottázza le Joyce az emberi tudat működését, az emberi tudat meglehetősen kaotikus és irányítatlan működését, jól kottázza le, ezért ráismersz, mert hát hiszen ez a tudat anyanyelve, tehát hogy így működik. És ez hihetetlen intimitás, és amikor mondjuk a hősnőnk, Molly Bloom van magára hagyva hajnalban az ágyában, mert a hülye férje a részegen hazajött, fölébresztek, és nehezen alszik vissza, és pisilnie is kell, és ráüljön a hidegbilire, vagy ne üljön rá a hidegbilire. Ilyen problémák gyötrik, emésztik, miközben ugye végigjátsza az első házasság történetének ma délután jeleneteit is, végig foszlányokban előjön a kislánykor a Gibraltáron, az első szerelmei, minden átmegy, megjön a menzesze, minden baja van, mindez egy éjszaka történik, és mindezt ilyen közvetítetlen tudatfoszlányokból tudja meg az olvasó, és ettől azt mondja a modern kritika, hogy ez a par excellence női szöveg. Ja, hogy ezt egy férfi írta, hát úrban, bocsánat, hát jó. Tehát, hogy olyan intim közelségbe kerül az ember a nem tudom, valamiféle női pszichéhez, nem általánosított, nem akarok itt totalizálni, leegyszerűsíteni, de hát az mondjuk tényleg agyszex. Tehát, hogy ilyet azért ilyen intim közelbe kerülni egy női tudathoz, hát férfi legyen a talpán, aki ezt meg tudja csinálni. Ez például elhiszem, hogy kiverte a biztosítékot néhány olvasónak. Mit tanulhatnak a könyvből a nem profi olvasók, tehát azok, akik a szemináriumodat látogatják és kapnak segítséget, mankót a könyv olvasásához, azok persze elébe vannak, de a nem bölcsészek vagy a nem magyar szakos, akik szeretnek olvasni, mi az, amit az Ulisszeszből megtanulhatnak és később mondjuk tudatosabb olvasók lehetnek? Hát szerintem, ami azt mondtam, hogy sok mindent tud, amit a 20. század művészete irodalma tud, az sok minden fölvonul az Ulisszeszben, de talán ez a tudatfolyam technika, vagy ez a belső monológnak is nevezett írásmód, ez az, ami benne a legerősebb, amit én legjobban szeretek, meg amit aztán sokan utánoznak is, meg csinálnak. Egyébként nem Joyce találmánya, egy Valérie Larbó nevű francia szerzőnek a találmánya, vagy hát a irodalomtörténetben van értelme találmányokról, felfedezésekről beszélni, de itt így szoktak, vagy erről így szoktak. Az iróniában óriási mester, ugye mind az összes felsorolt, még Kafkát is beleértve az irónia alapvető eszköze, hát egyesek szerint a modern irodalomnak, mások szerint az irodalomnak, tehát hogy ez ugye elhárítatlan. Nagyon különleges, érdekesek a magyar vonatkozásai, mert nem feltétlenül azon a primér szinten, ahogy van benne néhány magyar szó az angol szövegben, ugye, amit hogy fordítsuk. És akkor benne hagytuk a hibákat, mint 130 borjú, van egy ilyen kifejezés, 130 borjú gulyás dugulás. Ez így egyben, 130 CZ-vel, 130 borjú gulyás dugulás, meg Rakosci induló. Tehát, hogy és akkor benne hagytuk az eredetinek a sajtóhibáit, hogy akkor ezzel jelöltük, hogy akkor mit nem. Na mindegy, nem ezt akartam mondani. Tehát nem ezek az alapvető dolgok az érdekesek, hogy van egy csomó magyar utalása, hanem például a 19. század végi századfordulós Írország, erről pont ma délelőtt beszélgettünk, néhány kulturális, politikai párhuzam a Magyarországra, vagy korabeli Magyarországra, vagy a osztrák-magyar vonal hiába. Hogy például
a londoni alsóházban azzal mentek az ír képviselők és az ír politikusok, azzal előszobáztak, hogy csináljuk meg azt a kiegyezést, amit magyaroknak sikerült Bécsen megkötniük, hogy milyen klassz és hogy prosperál azóta a birodalom, és hogy nekik ez egy ideális vágyott állapot lett volna, hogyha ilyen viszonyba kerülnek a brit birodalommal, mint ahogy mi kerültünk Bécsen. Borzasztó érdekes az, ahogy... De azt hiszem nem a kérdésedre válaszolom. Jó, akkor beszéljünk erről, de válaszolom. Mit tanulhatnak a profi olvasók? Azt nem tudom, hogy mit tanulhatnak, az, hogy mit lehet szeretni, az nekem jobb. De mondjuk például a magyar irodalom felé is lehet olvasni. Egyrészt nyilvánvalóan a Szentkuti felé, tehát én fenntartom azt, hogy nagyon, nagyon sok rokonság van köztük, annak ellenére, hogy felül kellett bírálni a fordítását. Eszterházy felé, tehát ez a posztmodern irodalom, én nagyon sok idézővel között használom ezt a fogalmat, sőt, már egy ideje avittas dolognak tartom. A posztmodern irodalom elég sokat köszönhet-e ennek a Joyce nemű lénynek, talán nem annyira az Ulyssesnek, mint inkább a Finnegan's Wake-nek, ami, hogyha az Ulyssesz az irodalom a nézeten, akkor a Finnegan's Wake az irodalom a köbön. Tehát még lehetett egy lapáttal rátenni. És Eszterházy nyilvánvalóan az, aki leginkább sokat köszönhet Joyce-nak, Joyce-féle nyelvjátékoknak. Úgyhogy ez, ami irónia, ami játékosság, ami nézőpontváltogatás, a irodalmi hagyományhoz való viszony, kultúrhagyományhoz való viszonynak a parodisztikus használata, mégis nagyon mély használata, az eléggé jellemző Eszterházyra is. És Eszterházy erre rá is játszik. Tehát például a június 16-a, ugye a Bloomsday, az a nap, ahol 1904, amelyiken 1904-ben játszódik az Ulyssesz, ez történetesen a Nagy Imre kivégzésének a napja. Tehát amikor a bevezetés a szép irodalomban használja ezt a dátumot, akkor ezzel lehet billegni, hogy de hát hiszen ez egy irodalmi utalás, és ártatlanul lehet mosolyogni, és akkor nem cenzúrázható a dolog. Na, szóval ezzel elég jó pofajátékot folytat az Eszter, akkor egy Eszterház. Az Ulyssesz megjelenését követően még életében sztár lett Joyce, és azóta a Joyce kultusz egyre jobban egyre dagályosabbá vált, és egyre jobban elterjedt, sőt, egy Joyce kultusz kutatók is léteznek, hogy mennyire lehet ezt kivédeni, hogy mennyire szerencsés, amikor egy szerzőre, egy ilyen iparágra települ. Igen. Hát ennek van egy populáris része a Joyce kultusznak, egy népi fesztiválszerű része, amikor olvasók, és még olyanosok, akik nem olvasták, csak jó bulinak tartják, azok elzarándokolnak Dublinban, vagy valamelyik más Joyce kultuszhelyre, és végigjárják a Szombathelyen, Magyarországon elsősorban Szombathelyen, mert Bloomsdale. Mert hogy ugye szombathelyi származású a Bloom család, Rudolf Virág volt az apja, és Lipóti Virág volt a nagypapa, akinek daguerreotípia műhelye volt Szombathelyen, fikció szerint, aminek ide vonatkozó korai verseket Parti Nagy Lajos írta meg, úgyhogy nem csak Eszterházy felé, hanem Parti Nagy Lajos felé, tehát egy fiktív figurának megírta a verses életművét Parti Nagy. Nem vicces szerintem. Konzultáltunk azután, is fölhívtam a figyelmét, hogy több tehát hogy jiddises módon rontja a magyart az Ulyssesz szerint a Virág nagypapa, és mondta, hogy a következő változatban erre jobban fog figyelni. Na jó, és a lényeg az, hogy van ez a népi Bloom kultusz, vagy Joyce kultusz, ami szerintem voltaképpen egy szinten jó, mert
Érdekes az írek, tehát képzeljétek el, hogy egy olyan nép, vagy egy olyan ország, ahol a fő nemzeti szimbólumok között ott van a hárfa, egy hangszer, meg ott van a Book of Kells, ami egy ilyen ekkora kódex, tehát egy könyv és egy hangszer a fő nemzeti szimbólumok, másoknak pallos, meg korona, meg jogvár, meg nem tudom, ilyen komoly dolgok. Ez egy nagyon-nagyon-nagyon művészi nép, és legalább annyit művészkedik, mint amennyit iszik. Úgyhogy szerintem jó dolog az irodalmi kultusz, és ez noha az első évtizedekben nehezen engedte be a nagyon mélyen katolikus írtársadalom, nagyon nehezen engedte be ezt az elfajzott perverz és blaszfém fiát, de mostanában annál többet profitálnak Joyce-ból, tehát rendes turisztikai ipar épül rá, igen. De ennek vannak jópofa dolgok, tehát ugyanannál a Svenny patikusnál lehet venni citromszappant, ahol Bloom vesz citromszappant, ugyanott lehet arcemosót készítetni a, nem tudom, narancsvirág olajjal a feleségünknek, ahol a Bloom arcemosót készíteni a feleségének, és ugyanabban a kocsmában lehet inni, és a többi, és a többi. Hát ez egy jó. Most inkább ilyen kultuszaink legyenek, mint mondjuk társadalmilag megosztóbb és politikai kultuszaink szerintem. Tehát, hogy ez egy játékos kultusz, amiben nagyon könnyű részt venni. És van a kultusznak egy szakmai szintje, az pedig a Joyce Studies, mint a tudomány ipari méretekben való űzése, ami hát áttekinthetetlenné teszi a Joyce filológiát. Valószínűleg több tanulmány, dolgozat, doktori könyv született a 41-ben elhunyt Joyce-ról, mint a Shakespeare művekről. Szóval ez hatalmas és nehezen befogadható, és nagyon sok benne a fölösleges termék, meg hát nagyon sok benne persze az irányú is. Térjük vissza a regényhez, említetted, hogy a tudat folyam működése, az, vagy a tudat működése kaotikus. Ezzel szemben a regényben egy nagyon kidolgozott, tudatos szerkezetet találunk, a legapróbb részletekre is odafigyel. Tehát, hogy milyen, van-e valamilyen feszültség itt a káosz és a rend között, hogy milyen itt a viszony mondjuk a regény szerkezet szintjén? Igen, ezzel visszacsatolnék arra a magyar fogadtatás történetére, ugyanis amikor Babits vagy Szerbantal, vagy más jeles figurák azt mondták, hogy blöff, akkor csak a káosz rétegét látták a dolognak. Tehát hogy ez egy nagyon, nagyon, hát ilyen csúnya szóval, control freak szerző, tehát egy ilyen szuperracionális, nagyon előre tervező, nagyon erős szerkesztői hajlammal megvert szerzőnek, valóban ilyen Aquinói Tamás módjára skolasztikus koponyának a szervezett káosz. Káoszmosz. Ami egyébként igazából nagyjá a Finnegans Wake-ben válik. Tehát, hogy ott már teljesen uralhatatlan, vagy követhetetlen. Itt meg lehet találni a vázlatot, meg lehet találni a projektet. Segít a Homérosz például. A Homérosz az ebben az értelemben hát ilyen bédekkere tud lenni a regénynek. Tehát ez nagyon érdekes, hogy így el lehet ebben veszni ebben a káoszban is, és aztán föl lehet, csapásokra lehet ráni. Nagyon érdekes, ugye azt mondtam, hogy a történet az másodlagossá válik, vagy harmadlagossá válik, az elbeszélés pedig előtérbe kerül. De van egy ilyen krimi olvasási módja is az Ulyssesnek, amikor megpróbálod nyomon követni a történet kisebb szálait, amit például a fordítás, nagyon sokszor a Szentkuti fordítása nem tud nyomon követni. Van egy ilyen eset, például, hogy egy idegesítő mellékalak Dublinból, a Bantam Lions,
az oda megy Bloomhoz, és meglátja a hunalat az aznapi újságot, és elkéri tőle, mert a lóverseny rovatot akarja megnézni, és a tippek kíváncsi. És a Bloom, akit többnyire nem érdekelnek azok a dolgok, zsidó Bloom elég kívülálló, nem érdeklik őt sok minden olyan, ami a dublini ivó cimborás, angol gyűlölő katolikus társaságot összefogják. Például a lóverseny, az ivászat és a nők, meg ezek a dolgok kevéssé érnek. És a lóverseny sem. Jó, vigyed, úgyis el akartam dobni. Want to throw it away. És akkor Bentham Lyonsnek fölcsinálna a szeme, hogy throwaway, kösz haver. Mert hogy indul egy throwaway nevű ló az aznapi futamon, és a hülye Bentham Lyons azt hiszi, hogy tippet kapott. A Bloom ebből semmit nem vesz észre, sajnos a Szent Kuti sem veszi észre, ezért aztán nem fordítja le, és 400 oldallal később, amikor bekeveredik a Bloom egy olyan kocsmába, ahol a Citizen polgártárs nevű nagyhangú, dirregő, durrogó, fő nacionalista, korifeus, megmondó ember, ilyen kicsit ilyen Isten nyugasztó, Csurkapista bácsi szerű fazon, így megmondja a tutit, és akkor itt ebbe a társaságba bekeveredik Bloom, ahol már előtte van az a híre, hogy és történetesen az esélytelen Shoeway ló nyert az aznapi futamon, amiről a tudatlan Bloom ugye lövéses. És bejön a Bloom, és nem fizet senkinek. És úgy néznek rá, hogy a szemét zsidó eltitkolja a lóverseny tipjét, és senkinek nem fizet egy kört. Ugye milyen zsidó? Tehát, hogy a Bloom meg az egészről semmit nem ért. És majdnem megverik. És úgy kell elmenekülnie, mert olyan szóváltásba keveredik ezzel a polgártárs, ezzel a citizen. Na most, hogyha ezt a Szent Kuti vagy a fordító nem veszi észre, hogy egy ló miatt a csata elveszett, ugye? Tehát a lóverseny tippnek a egészen rejtett. A történet az úgy olyan búvóbatak-szerűen van az elbeszélés mögött, tehát így figyelni kell. Hogyha ezt nem veszi észre a fordító, akkor nem érti azt a fejezetet, mert pedig elég jelentős fejezet. Ott a homéroszi megfelelés, majd akkor még ezt elmondom, ez a Kyklopsz fejezet, nagyon metaforikus, mert a citizen, polgártárs, azért lehet Kyklopsz, Polyphemos, mert hogy szűklátó körül. Tehát, hogy ez a metafor, vagy nem egyszerű. Bár azt mondtuk, hogy életrajzról nem fogunk beszélni, vagy keveset, de most ez a párhuzam mégis kínálkozik, úgyhogy elő kell, hogy hozzam. Mintha Joyce életében is meg lenne ez a káosz és rend feszültsége, hogy egy tanárember, családos ember, ugyanakkor tudjuk róla, hogy mondjuk a piros lámpás negyedekben is állandó vendég volt, vagy én azt is olvastam, hogy Triestben, amikor angol tanított, akkor volt, hogy elaludt a katedrán, olyan másnapos volt, tehát hogy egy ilyen kicsapongó figura, aki így keresi a helyét így a káosz és a rend között. Erről tudsz valamit? Nem tudom, tehát hogy igen, persze, de ez főleg az ifjú Cori Joyce-ot jellemzi, azt hiszem, amit eléggé jól megformál ennek az ellentmondásosságát. Például a Stephen Dedalus rajzában, amikor fölidéződnek a regényben a Stephen Dedalusnak a párizsi bohém éjszakái, az például nagyon aranyos. Azt gondoltam, hogy abból felolvasok egy részt, mert az fordítás szempontjából is, és akkor itt hagyj válaszoljak a regény idézettel egy önéletrajzi petykára. Csak megkeresem az oldalszámot, valahol fölírtam. Aha, 489. oldal. Ez a pokol és menny rövűben játszódik, ez a jelenet. Mit mondtam? 489. Köszönöm, figyelnek, ez jó. Pokol és menny rövűben játszódik ez a jelenet. Biztos sokan látták Robert Doisneau-nak azt a fotóját, azt a fekete-fehér fotóját, amik egy nyitott ördög száj, ami egy homlokzat, egy épület homlokzat, kapu, egy nyitott ördög száj a kapu, azon kell bemenni ez a pokol rövű.
és előtte egy francia zsandár, egy francia rendőr megy, és mindjárt ördög bekapja a rendőrt, egy ilyen fotó. Na ez egy létező rövid volt, ahol az ifjú Steven és az ifjú Joyce frekventált. Na most úgy jön ide, hogy a Bloomsday, tehát június 16-a regény éjszakáján a Bordén egyetben a tajtrészek Steven franciásan beszélve elmondja ezeknek az éjszakáknak a történetét, felidézi a dublini kurváknak és az ottani barátainak. És ezzel roppant szórakoztató. Itt a fordítás korrekció része annyi volt, hogy ebbe a szövegbe a Szent Kuti belerakott angol szavakat, meg még egy német szót is. Tehát ahol egy feladat van, egy roppant egyszerű feladat van, hogy franciásan kell beszéltetni, ott angolul beszél franciásan, itt meg magyarul kell, hogy franciásan beszéljen. Jó. És akkor a részleg Steven a mi fordításunkban így beszél. Ezer lokál drága pénzért, szórakozás este lányok nagyon sinosak, kezdjük árulnak mást is, ami az övék, talán a szívük, sörös poár, prima sikes resztóban, igazi különszöknek sokan van gyönyörű ruhákat ordanak, kokottok mind erszegnő, kánkán táncolnak, sétálgatnak föl alá, párizsi bohózkodás extra örült külföldi fiatal uráknak, nem báj angolul beszélni rosszul, amikor annyira értik szerelemet, és érzékiek, és kélyes, mint egyik. Legelőkelő buráknak ez fenntartva, kell menni látogatni exkluzív pokol, és mennyi rövű, ravatelgyertyák, meg ezüst csepet könnyesznek minden éjjel. Igazán sokkolós, rémisztős, gunyolják ők vallási dolgokat a világon. Másút ilyet neked nem látni. Az összes nők nagyon alamod, először tartózkodunk, aztán levetkőz mind, meg visítoz angosan, mert meglátja a férfi vámbírt, aki rontja meg azt a kis fiatalka apászát, azon meg nincsen más, csak azok a dessus troublant, oh la la, c'est pifkila, vive le vampire. Sikeres publikum óriásítora ők, az angelok, olyanok, mint a kuvák, apostolok meg mind rohadt nagy bűnösök. Demi-mondán, sinosak, kosztümözve szikráznak brillek, vagy ők talán izgatja jobban az idősebb urak modern mosokságai? Gumi arabikum nöbaba, elől átul használható, vagy egész alakos kukuskálosó, mesztelenkedős szüzekkel, nagyon leszbik, 5x10 sokoloznak, entré uraknak tükörszobában, összes pozíció, trapéz technika képesítve, kívánságra örjönbe örgő mészárosinás, magömlése meleg borjumájba, vagy omlett a hason áll a pièce de Shakespeare. És így a tovább. Zseniális. Merci. Jó, jelezték, hogy nagyon fogy az időnk, úgyhogy megnyitom a közönség felé a beszédet, és várja Dávid a kérdéseket, hogyha vannak a világirodalmi vagy irodalmi kvíz előtt. Csak egy előző jelenet, hogy felolvasod, tehát az előző részletet szeretnék visszatérni, azt, hogy te felolvasod, akkor mi azt halljuk, hogy franciás, de amikor leírjátok, tehát hogy az, hogy a olvasók fejében ezt nek franciásan hangozzon, ezzel mennyit gondolkodtatok, hogy biztos, hogy franciásan hallja, vagy pedig csak, hogy mi a viszon ide írva. Hát úgy csináltuk, hogy a H betűket kihagytuk és apostrófán jelöltük. Nagyon sok zöngés, máshol hangzott zöngétlenítettünk. Nagyon helyett nagyon a T-vel, a Z helyett eszek. És van benne egy-két olyan tehát ahol az angol szövegben nem franciás van, hanem francia szó, ott mi is ragaszkodtunk. Tehát a leszbik, az tényleg QUL-vel van. Tehát ott megvan kötve a kezünk, ott nem játszhatunk. Vagy szöpüf, vagy az olella, az is franciában van, azt is át kellett rakni. De hát azért ezt élveztük. Én csak pont azért gondoltam, például a betűket, ahogy te így mondod, te A betűket mondasz. Igen. Ezt minden bizony egy magyar olvasó nem így fog a fejében leképződni, hogy ebbe belegondoltatok-e? Ja, igen, belegondoltunk. Én annak a pártján voltam, ugye itt minden sor mögött van vita, annak a pártján voltam, hogy mindenütt hagyjuk el a H-kat, és mindenütt legyen
ahol a franciás ejtés átmondana, mindenütt rakjunk apostrófot az A-ra. De leszavaztak, hogy az túlhajtása volna a dolognak, és végül belenyugodtam, hogy elég csak néha jelezni. Nem teljesen konzekvensen franciás kiejtésre van írva, de épp annyira van jelezve, hogy azért érti az olvasó. Ja, és aztán a... Na, mindegy. Ott még van. Én egy vagyok a nem profi olvasók közül, és egyszer megpróbálkoztam az Ulisszesszel, vagy ezzel a kiadással, és hát nagyon kétségbe estem, amikor a 17. Melyik ezzel? Az újabb? A legújabbal, igen. De szerintem a régebbiekkel is ugyanez lett volna gondom, hogy a 17. 20. oldal a magasságában én abba hagytam, mert hogy háromszor, négyszer elbóbiskoltam fölötte, és rendkívül frusztráltam, hogy most ez miről szól, és azóta nagyon érdekel a téma, és azért is vagyok itt, és adjon egy tanácsot, hogy kezdjek neki. Kezdjem el hátulról olvasni, mint Carl Gustav Jung, vagy? Hát időt kell neki hagyni. Tehát, hogy mivel, hogy tehát nem úgy kezdődik, hogy Akakijevics, és akkor elmondjuk Akakijevics történetét, hanem ez nagyon in medias rész kezdődik, és nagyon sok, tehát sokáig úgy történnek az események, hogy magára van hagyva az olvasó, és tehát az az érzés, hogy most becsöppensz egy társaságba, akik már egy hete buliznak együtt, a nagy része számodra idegen nyelvet beszél, hát most akkor ez vagy van türelmed, vagy nincs. De hogyha van türelmed, és benne maradsz a társaságban, akkor kiderül, hogy ez a világ legjobb társasága. Tehát, hogy valóban idegen tud lenni, én ezt megértem, hogy idegen tud lenni. Én nem emlékszem már ennyire részletesen az első, valószínűleg engem sokáig fűtött az osztályfőnököm ellenjavallata, hogy na, én csak azért is része leszek a társaságnak. De megéri. Ja, egyébként van egy olyan, két kezdete van a regénynek. Van, ahol elkezdődik, első három fejezet, ez a Télemachia, ami a Stephen Dedalusnak a története három fejezeten keresztül, és a negyedik, ezek egyébként rövid fejezetek, elején rövid fejezetek van. A negyedik fejezetben kezdődik el a Bloomnak a története, és az jobban ki van vasalva. Ez nagyon érdekes, mert Stephen Dedalus sokkal intelligensebb, bonyolultabb, összetettebb, tépettebb lélek, meg intellektus, mint az egyszerű hirdetés szervező józan paraszti Bloom. Ezért a Stephen Dedalusszal foglalkozó szövegek bonyolultabbak, mint az egyszerű lélek Bloommal foglalkozó szövegek, vagy az ő... Én egyébként Bloom párti vagyok, tehát egy imádni való. Ön említett ezeket a... Szerintem... Be van. Most igen. Ön említett ezeket az altáji dolgokat, hogy ezek Swiftnél is megjelennek. Lehet párhuzamot, hogy Swift és Joyce között? Altáji. Tehát, hogy altáji. Pottyantás hasonló. Igen, persze. Hát a Swift egyfajta elődje volt ilyen téren? Swiftet eléggé fontos helyen van az Ulisszesben Swift, mint ír előd, meg mint az angol nyelv egyik korai nagymester. Ilyen szempontból is, és a humora is. De egyébként még lehetne említeni a Rabelais-t, és rendesen a Gargantua is van rendesen. Na most. Igen. Én egy kicsit általánosabb kérdést tennék föl. Tehát itt elhangzott az, hogy a mostani, tehát az irodalom az nagyon belterjessé vált, és hát mi nem belterjes, vagy hogy mondjam, az értő füleknek szánt dolog, hogyha nem az Ulisszesz. És szóval szoktak ilyenről beszélni, hogy akkor mi lesz az irodalommal. Ugyanis van a folyamatosan jelenlévő populáris irodalom, és az irodalom történet során megesett az, hogy egy ilyen, tehát ilyen 180 fokos fordulat történt a kánonban, tehát ugye befordult, tehát hogy a populáris irodalom, tehát mondjuk a regény került be a központba. Tehát az általános kérdésem arra vonatkozik, hogy ez a
modern vonal, ami most mondjuk így, vagy posztmodern vonal, ami így Eszterházival is megfogalmazható, és ez a belterjes irodalom mondjuk így, az vajon kifordulhat-e a központból, és befordulhat-e az, amit most ilyen nagyon populáris irodalomként értelmezik? Az, hogy az irodalom belterjes vagy nem, az nem függ attól, hogy éppen milyen irodalmi stílus van. Tehát most a posztmodern a belterjes, az előtt mit a realista írók voltak belterjesek, tehát az egyik egy irodalom vagy kultúrszociológiai kérdés, a másik meg stílustörténeti kérdés, és ez nincs összefüggésre szerintem. Tehát, vagy lehet adott esetben. De ez szóval minden korszakban elmondják, hogy az irodalom elitista és belterjes, és fúj, fúj, és mondjatok le. Vagy nem tudom, most már adjatok helyet a populárisnak, mert különben jövünk. Hát tessék megtanulni írni, meg érted, tehát hogy úgy, mint ő, vagy nem tudom, tehát hogy azért ebben ilyen is van. Tehát hogy, jó, de most ez csak vicc van. Ja, még azt akartam mondani, hogy teli van populáris irodalommal az Ulisses. Teli van populáris kultúrával az Ulisses. Például, és nagyon érdekes látni azt, hogy a századforduló Írországában mi volt populáris, és mi nem. És mondjuk a reklámnyelv, hirdetésszervező szakmájában hősünknek, és annak figyeli a reklámnyelvet és a hirdetési szövegeket, de az még egy komoly dolognak számít, az egy ilyen menő szakmának számít, nem is tudom. Ugyanakkor rengeteg opera ária részletet tud, mert az opera a korabeli nagyon muzikális városban az populáris dolognak számít. Tehát, hogy az nem, attól nem vagy művelt, hogyha mondjuk tudsz folytatni a Don Giovanniból sorokon keresztül egy áriát. Hanem az is ilyen. Na mindegy, szóval nagyon érdekes, hogy amit elitnek, meg populáris kultúrának gondolunk, azzal hogy játszik a könyv, hogy billenti ki, fordítja ki, tehát erről a témáról, vagy erről a vonulatáról az Ulisszesznek elég sok doktori, meg szakkönyv született. Tapsot kérnék, ehhez tapsot kérnék.